Következő részekben ismerkedjünk meg az Excel objektumaival. Mint látható, előkészítettem a képernyőt, három részre tagoltam, jobb oldalon a Visual Basic Editor látható, középen maga az Excel munkalap, és jobb oldalon, vagy bal oldalon pedig a feladatot vezérlő prezentáció, leírás. Először is tisztára törlöm itt a felületet, és belekattintok mondjuk az A1-es cellába, és most a interpreteres üzemmódot fogom használni, és az interpreteres üzemmódban fogok parancsokat kiadni. Jó lenne egy kicsit nagyobb képernyőt, pontosabban nagyítást látnom itt, hát megpróbáljuk mondjuk 50%-ig fölvenni, ilyen, hogy el tudjam olvasni, hogy milyen parancsok vannak benne. Jó, hát először is kiadjuk ezt a parancsot, hogy work books.add. De lehet látni, hogy az editor az segítőkész, és felajánlja az objektum gyűjteményben található parancsok, az objektum gyűjteményhez tartozó parancsok listáját, és ha én azt mondom neki, hogy Enter, akkor már is létrehoz nekem egy book, egy nevű új munkafüzetet, ami létrejött a parancs leütés hatására. És hát ezt még egyszer kiadom, mert megtehetem úgy is, hogy beírom egy külön sorban, de megtehetem úgy is, hogy egyszerűen csak ráütöm az Enter, ennek hatására már egy book 2-m is van, és akkor ezt megoldottam. Jó, most kérdezek. A kérdések, lekérdezések, azok mindig kérdőjellel kezdődnek, és megkérdezem, hogy számolja meg, hogy föl is fogja ismerni azonnal, számolja meg, hogy hány darab nyitott munkafüzetem van most, 5 darab. Hát, hogyha megnézzük, akkor tényleg 5 van, mert a 6. itt az a Visual Basic ablaka, tehát 5 darab munkafüzetről van szó az én esetemben. Következő. Hát most megtehetem azt, hogy bezárom az összeset. Engedjék meg, hogy én egy kicsit módosítsak ezen a parancson, és azt mondom, hogy books, és megmondom neki, hogy melyiket zárja be, egy indexel, és akkor azt mondom neki, hogy close, és akkor ő csak azt az egyet fogja bezárni, és nem az összeset. Úgy adom ki, ahogy ott a leírásban szerepel, akkor bizony az összeset bezárja. Így megkérdezi, hogy mentsem-e a változást. Tehát én most nem akarom menteni, és ugye miért a makrózás zárja be? Holott én a book 1-et most csináltam, mert azért, mert nem az a sorszám szerinti első, hogy book 1, utána van egy 1-es, az a negyedik, hogyha megnézzük, akkor mindjárt ki fog derülni. Igen, és most megnézem, hogy nyitva van-e a book 1, azt nem kell menteni. Book 1 nincs nyitva, tehát tényleg ő tudja, hogy milyen sorrendben nyitottam meg őket, és annak megfelelően sorszámozza őket, tehát az index az a létrehozásnak megfelelő módon keletkezik. Jó, most a következő az az Active Workbook Close, megint csak. Megint megkérdezem, hát az ugye az Active Workbook az nem más, mint a makrózás, amivel dolgozok. De mi van abban az esetben, hogyha én ráállok erre a book 2-re, és őt próbálom meg bezárni,
akkor mi történik? Akkor hát ő volt az aktív, és most eltűnt innen a Whirlpool 2, tehát ő volt az aktív, és azt zártam be. Jó. Következő. Hát a következőt már megcsináltam. Most, tehát ez a Whirlpool 2 close, azt tulajdonképpen én már végrehajtottam, csak indexekkel. Na most nézzük, mi történik akkor, hogyha így hivatkozok rá idézőjelek között, és azt mondom, hogy book 1 activate, és itt is van a parancs. Vegyük észre, hogy az editor mindig segít nekünk abban, hogy hogyan kell egy helyes Visual Basic Application parancsot összeállítani. Hát például a Worldbooks gyűjteményhez tartozó megfelelő parancsmegadás indexet kér a zárójelen belül, és oda nem írhatok idézőjelen belüli mondjuk munka lapnevet, ezért nem fogadta el előteljes megoldásnak azt, hogy én ott odaírtam, hogy sheet 1, vagy book 1, vagy bármi más, nem lesz jó. Mindenféleképpen ő oda indexet kér, és ha ide egy indexet adok, és utána megadom a parancsot, akkor helyes lesz a parancs, és működni fog, és nem fog nekünk hiba üzenetet itt megadni. Úgyhogy most itt tartunk, és következő megint egy lekérdezés lesz, az aktív workbook saved. Erre fog egy választ adni nekünk, hogy vajon mentve van, vagy nincsen mentve az aktív workbook. Azt mondja, hogy ezt nem mentettük. És következőben pedig egy hozzárendelés történik. Ez a tulajdonság legyen egyenlő polszal, és akkor értéket adtunk most ennek a változónak, tulajdonképpen megadtuk, hogy nincsen még mentve.